mellette egy kamerai látható. Online kapcsolódtak be a résztvevők a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara legutóbbi rendezvényébe, ahol a szakemberek a felnőttképzés változásait vették sorra. Súlyog Tamás felnőttképzési szakértő azt mondja, éppen ez, vagyis a digitális oktatás előretörése várható a jövőben. Jól mutatta ezt az Iparkamara online konferenciája is, amit közel 100-an követtek nyomon. Teljesen átalakul a képzési rendszer szeptembertől, a legtöbb OK és szakmát csak iskolai rendszerű képzésben, azon belül pedig csak nappali vagy esti tagozaton lehet majd megszerezni. Az úgynevezett rész szakképesítéseket viszont csak iskola rendszeren kívüli tanfolyami formában lehet majd elsajátítani, amiért fizetni kell majd. A szakemberek azt mondják, ezek a változások lehetővé teszik, hogy a képzések gyorsabban reagáljanak a munkaerőpiac igényeire. Ezek a nem jegyzék szerinti képzések, illetve az alapképzésekben benne foglalt úgynevezett részszakképesítések lesznek azok, amelyeket a felnőtt képzés fog majd végezni, és hát ez egy újabb kör lesz ezeknek a kialakítása. Nem egyértelműen megy át a szakmai, a korábbi országos képzési jegyzékből ebbe a körbe, vagy ebbe a területbe a képzéseknek a megnevezése, programja, hanem ezek nagyjából új képzések lesznek, és ezeket főleg azt várja a jogalkotó, hogy majd a szakma, a vállalati kör határozza meg, hogy mire van szüksége, mi az, ami igazából ebbe beletartozzon. Ha régi jogszabályi környezettel akarunk egy párhuzamot vonni, akkor egy hasonlóak lesznek, mint a korábbi B-körös képzések, amelyeknek a nyilvántartását a kamara végezte, és ott is az volt az elsődleges cél, hogy a piac, a vállalati oldal mondja meg, hogy mi az, amit szeretnének, amire igazából képzéseket kell kialakítani. A digitális kompetenciák fejlesztésén, valamint az új munkaerőpiaci igényekre rugalmasan és gyorsabban reagáló képzések megjelenésén túl egyéb változások is várhatóak a jövőben a felnőtt képzésben. Az egyik fontos változás, hogy kevesebb úgynevezett alapképzés lesz. A jelen szabályok szerint a következőképpen alakult. Egyrészt az engedéllyel folytatott képzés, melyek a régi jogszabály, illetve az új jogszabály szerint is értelmezettek, továbbra is áfamentességet élveznek. Bekerült egy újabb kör a bejelentés alapján végzett képzések, amelyek esetében kiegészítette az áfa törvény egy olyan további jelzővel, hogy bejelentés és jogszabály alapján itt a szakértői értelmezésben nagyjából úgy véljük, hogy azok a képzések, amelyek valamely ágazati jogszabály szerint szabályozottak, bejelentéskötelesek lesznek, és ebben a két teljesüléssel élvezik az áfamentességet, és a képzési világban egy harmadik kör az, ami szintén áfamentességet élvez, ez a nyelvi képzések. Ezt viszont január 1-től egyértelműen áfamentessé tette a törvény. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, a koronavírus járvány miatt hozott korlátozó intézkedések és a szakképzés teljes átalakítása jelentősen kihat a felnőtt képzésre. Az válság is arra mutatott rá, hogy a legfontosabb, hogy az embernek szakmája legyen, hiszen akkor bármikor rugalmasan el tud helyezkedni. Úgy gondoljuk, hogy van egy nagy igény, ezt ki kell elégíteni, és ezt inkább felnőtt képzésben lehet jobban kielégíteni, mert egy hosszabb távú képzésben egy bizonyos korosztályban nem tud bekapcsolódni, illetve akinek már van valamilyen képzettsége, az szeretne újabb képzettséget elérni, főleg olyanokat, amire bebizonyított a válság, hogy azokra a képzettségekre van szükség. Áprilisban a járvány miatt teljesen leállt a felnőtt képzés. Tolna megyében is közel 100-an vártak arra, hogy levizsgázhassanak, ám azóta enyhítettek a szabályokon. Mostantól a felnőtt képzésben lehetőség lesz kontaktórák megtartására és szakmai vizsgák megszervezésére is. De 65 év feletti tanárok nem taníthatnak és vizsgákat sem vezethetnek. Ez komoly gond lesz az Iparkamara Tolna megyei elnöke szerint, mivel a vizsgáztatók fele az idősebb korosztályhoz tartozik a megyében. A felnőtt képzés az a jellemző, hogy inkább az idősebb korosztályú tanárok vannak ebben a képzésben. Hát ez gondokat fog jelenteni. Tehát valószínűleg, hogy már be kell indítani az osztályokat, annyi tanárra, vizsgáztatóra nem tudunk biztosítani, amennyire szükség lesz.
Fischer Sándor abban reménykedik, hogy június 20-án a válsághelyzet kiiktatásakor ezt a korlátot is megszüntetik.